Egy hazai tulajdonú vállalkozás fejlesztette üzemét Tiszavasváriban. A 170 millió forintos eszközbeszerzést önerőből valósította meg a Sotiba Seed Kft. Egy mágtisztítógép mellett a termeléshez szükséges egyéb eszközöket is beszereztek, így például targoncákat, labor- és csomagológépeket is vásároltak. A Sotiba Seed Kft. Jelen pillanatban kizárólag mág termeléssel, mág termeltetéssel és annak a feldolgozásával és értékesítésével foglalkozik. 2016-ban mi egy pici cég voltunk, egy 16 millió forintos árbevétellel, és ha jól emlékszem, akkor 4 ember dolgozott a cégnél. 2017-re ez az árbevétel, ez 612 millió forintra növekedett, és a létszámunk 8 főre. A mai napon pedig, ha jól tudom, akkor körülbelül a 800 millió forintos az árbevételünk eddig, illetve 16 ember dolgozik a cégünknél. Tehát egy meglehetősen gyorsan sikerült felfuttatni a céget. A cég terve, hogy a mághoz kapcsolódó tevékenységeket ne az ország különböző részein adják ki bérmunkába a jövőben, hanem minél több munkát Tiszavasváriba hozzanak, tette hozzá Sotkó Gyula. Ennek a folyamatnak az első lépése a most átadott gép beüzemelése. A cég terveihez tartozik egy mágmosógép beszerzése. Ez azért lenne fontos, mert a magas morfintartalom miatt jelenleg még nem igazán tudnak a hazai piacon értékesíteni. Ezt a problémát azonban egy újabb eszközbeszerzés megoldaná. Az üzem megnyitóján az agrárminiszter kiemelte, fontosak az új ötletek és a kreatív, bátor vállalkozók az országban, akik nem csak az alapnövényekben látják a lehetőséget. Pályázatokkal továbbra is támogatja őket az állam. Akkor, amikor mi a tulajdonosokkal találkoztunk a minisztériumban, hogy ez a mosónak a kérdése már akkor fölmerült, és hoztam egy jó hírt. Tehát nem masnival átkötve, hanem igyekszem szép szavakkal megfogalmazni. Az Agrárminisztérium kiírt egy új pályázatot, ami egy 50 milliárdos keret, vidékfejlesztési program keretében, amiből 10 milliárd a bor és szőlőágazat fejlesztését szolgálja, és a 40 milliárd forint az pedig kifejezetten élelmiszeripari feldolgozásra és annak korszerűsítésére fog szolgálni. Tiszavasvári és térségében körülbelül 6-7%-os a munkanélküliségi ráta. Ez valamennyivel rosszabb arány a megyei adatokhoz képest. Az ehhez hasonló beruházások azonban segíthetik ennek javítását. Az önkormányzatnak támogatnia kell a helyi vállalkozásokat, mert mindig fontos, amikor egy hazai cég kezd fejlesztésbe. Ezt Vinnai Győző országgyűlési képviselő emelte ki Tiszavasváriban. Ez szerintem példaértékű, hiszen egy ilyen mágtisztító üzem átadása, egy ilyen gép beüzemelése, amely, ha jól tudom, a legmodernebb technológiát képviseli, ez példát mutathat a többi vállalkozónak, helyi vállalkozónak, olyanoknak, akik itt szeretnének ebben a városban vagy ebben a térségben fejleszteni és beruházni. Ráfér egyébként erre a városra. A Sotiba Seed Kft. Kiemelten kezeli a mák nemesítését. A cég jelenleg 4 helyen végez ilyen folyamatot, többek között a Szent István Egyetemen, illetve tavaly óta Kiskertekben is elindították ezt a folyamatot Tiszavasváriban.